Mivel nem tud megállapodni a kormány az unióval az EU-s pénzek folyósításáról, Orbán Viktor orosz és kínai hitelek felvételébe hajszolja az országot, állítja a DK. A párt szerint a Gazprom által adott fizetési haladék is csak egy újabb hitel. Skype-on kapcsoljuk Rónai Sándort. Aki EP képviselő és egy árnyék külügyminiszter egy árnyék kormányban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Tegyünk is magyarázatként egy mondatot hozzá, Brüsszelben kapcsoljuk, hogyha én jól vagyok informálva. Egészen pontosan Strasbourgban, most van a plenáris hét, ilyenkor Strasbourgban ülésezik az Európai Parlament. Akkor majdnem jól voltam informálva, de messze voltak éppen a stúdiónktól. Amit mondtunk itt az előzetesben öntől, önöktől idézve, mi szerint is ez a bizonyos az MVM fizetési haladékaként kezelt Gazprom engedmény egy hitel, azért ezt lehet így is, meg lehet úgy is értelmezni. Nem kifejezett és valamiféle hitelszámokkal bizonyítható összeg ez. Egy kicsit szeretném távolabbról kezdeni, hogy az történik, hogy Orbán Viktor dövből aztán pedig azért, mert nem sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal, nemet mondott 4100 milliárd forintos lehetőségre, amit az Európai Bizottság kínált, egyébként 0,4%-os kamattal. Ehhez képest csak, hogy a nézők is pontosan értsék, Paks 2 hitel gyakorlatilag fillérre ugyanennyi, az 4100 milliárdot meghaladó összeg, de nem 0,4, hanem 4,5, tehát több mint 11-szeres kamatáron. Tehát, hogy egy borzasztóan rossz üzletet kötött Orbán Viktor, és azt látjuk, hogy ahogy lovalja bele magát a kormány a válságba, hogy Orbán elhibázott gazdaságpolitikája miatt egyre durvább a megélhetési válság Magyarországon, úgy most már nem tud hova nyúlni, csak orosz és kínai hitelek felé, amelyekről nem lehet mit tudni, hiszen a részleteit azokat titkolja a magyar kormány, de hát nem lehet mást mondani a Gazprom hitelre, mint hogy az egy hitel, hiszen egészen pontosan arról van szó, hogy az MVM már nem tudott több forintot eladni, és nem tudott több eurót venni, és ezért nem tudott fizetni a Gazpromnak a gázért, ezért egész egyszerűen egy hitelt kaptak. Leegyszerűsítve bementek a boltba, ahol nem tudtak fizetni, és ezért a termékért cserébe kaptak egy hitelt. Ezért nevezzük Gazprom hitelnek, nem ez egy mondták, óriási gigahitel. Nem azt mondták abban a boltban, hogy jó, akkor majd fél év múlva fizettek? Most meg vigyétek el? Tehát, hogy tudjuk-e azt, hogy milyen szorzót kapott az MVM a nyakába cserébe azért, hogy halasztott a fizetés? Ugye nagy dírrel, durral, jókedvűen jelentette be Szijjártó Péter és a magyar kormány, hogy megszületett ez a döntés, de hát a részleteket azokat elhallgatták, nem véletlenül, valószínűleg egy borzasztóan rossz feltételekkel felvett gigahitelről van szó, és ugye ez történt a múlt hét közepén, második felében, és a múlt hét végén, tehát néhány nap, egy-két nap eltéréssel már azt lehetett hallani, hogy az MVM fölvett még egy hitelt, egy 105 milliárd forintos hitelt, ezúttal Kínából. Tehát arról van szó, hogy miközben egész Európa és az egész világ hátat fordított Oroszországnak, a közben Szijjártó Péter elmegy és tárgyal háborús bűnösökkel, hogy az előző beszélgetésben elhangzott, olyan emberekkel tárgyal, olyan oligarchákkal tárgyal, akik finanszíroznak egy olyan háborút, ahol Oroszország ártatlan embereket, gyermekeket, idős, vételen embereket gyilkol halomra. Ő mondott egy egészen elképesztő számot, tényleg 100 000 fölött van most már az áldozatok száma, és ezekkel tárgyal Szijjártó Péter és a magyar kormány. Ráadásul hozzáteszem, hogy nem csak borzasztó gazdasági hátrányt okozva ezzel Magyarországnak, hanem iszonyatos politikai hátrányt okoz a Magyarországnak, hiszen tényleg a civilizált világ már mind elfordult Oroszországtól, és az látszik, hogy a magyar kormány foggal körömmel ragaszkodik ehhez a putyini barátsághoz, ami csak tovább mélyíti a válságot Magyarországon. Két kérdéssel hadd állítsam meg. Az egyik az arra vonatkozik konkrétan, amit most mondott, hogy a kitettségünk, az, ami a magyar kormányzatnak a mindenkori magyarázata, hogy nincs más eszközünk, az oroszoktól kell vásárolnunk, az magyarázza és indokolja azt a kapcsolatot, amit látunk. A másik pedig, hogy lehetséges, hogy a magyar állam helyett, mert az mégis olyan snassz, az nem néz ki jól, az MVM lesz az, amelyik a magyar államnak hiteleket vesz fel? Kezdem a második kérdésével. Igen, nagyon úgy tűnik, mert hogy az utóbbi két transfer az egy MVM-es hitelfelvétel. Előbb az orosz
oroszoktól, aztán a kínaiaktól. Mind a kettő valószínűleg borzasztó nagy és borzasztó hátrányos ügylet. És hadd folytassam az első kérdésével. Elképesztően elszigeteli Orbán Viktor Magyarországot a mi szövetségeseinktől. Gyakorlatilag az utolsó ország vagyunk, aki még Oroszországgal szóba áll. Hogy egy példát mondjak, Magyarország az utolsó uniós ország, amelyik még nem ratifikálta Finnország és Svédország NATO csatlakozását. És hozzáteszem, hogy ez egyáltalán nem használ Magyarország megítélésnek. Még távolabb kerültünk attól a lehetőségtől, hogy uniós forrásokhoz jussunk, hiszen nem aszerint cselekszünk, hogy ilyenkor európai demokraták cselekszenek, hanem láthatóan Orbán Viktor továbbra is Putyin és Kína embere ezeknek a befolyása alatt teszi a dolgát, és hát nyilvánvalóan ez egy borzasztó hátrányos az Európai Unió egyik tagállam számára, Magyarország számára is. Ma este még szóba kerül majd az adásban, hogy az Európai Bizottság éppen most mondta meg Lengyelországtól a forrásokat, mondván, hogy a lengyel kormány nem teljesíti azokat az elvárásokat, amiket korábban szerződésben ígértek, úgyhogy lesz erről is még szó. Én ennek köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Egy záró mondat, tessék. Ugye említette, hogy kötelességünk-e az oroszoktól venni a gázt. Hadd hívjam fel a figyelmét egy májusi hírre, amikor is kiderült, hogy Magyarország háromszoros áron veszi például Romániához képest a gázt. De hogyha a mai árfolyamot nézzük, akkor azt látjuk, hogy 560 forint egy köbméter gázára, és pont az én lakóhelyemen a távhőszolgáltató az azt mondja, hogy 1400 forintért fogja ezt megvásárolni az MVM-től. Itt egy egészen nagy átverés folyik, és egy egészen rossz gazdaságpolitika, nem beszélve arról a külpolitikáról, amit a magyar kormány folytat, és nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ez sajnos a magyar emberekkel fizetteti meg a kormány. Hát akkor ellenzéki politikusként azt gondolom, hogy bőven van mondani valójuk a következő időszakra. És Rodnai Sándor, köszönöm szépen a rendelkezésünkre, hát a DKEP képviselője jelentkezett Strasbourgból. Minden jót kívánok ennek, viszontlátásra. Köszönöm szépen, viszontlátásra.